Székesfehérvár Magyarország meghatározó bástyája, amely a Fidelitas 27 éves történetének is mindig fontos bázisa volt, fogalmazott Farkas Dániel elnök a Fidelitas 20. kongresszusán, melynek városunk adott otthont a hétvégén. Sokszor találkozhattunk itt az elmúlt években, és mindig azt éreztük, hogy ilyenkor hazatérünk. Hazatérünk, hiszen Székesfehérvár egy olyan város, ahol a fidelitasosok bizonyítottak. Bebizonyították azt, hogy egy politikai ifjúsági szervezet fiatal és régebb óta fiatal tagjai remekül tudnak vezetni egy várost, egy igazi közösséget. Az elnök a csapat ikonikus alakjának nevezte Cserpalkovics Andrást, Fehérvár polgármestere a nemzet történelmi fővárosának felelősségéről beszélt. Soha nem csak azzal szabad és kell, hogy foglalkozzunk, ami Fehérvárt közvetlenül érinti, hanem azzal is, ami a nemzet egészét határon és határon túl is érinti. Hiszen ennek a városnak a történelmi múltja ezt a történelmi felelősséget is rója ránk. És ezen belül a fiatalokkal foglalkozni, a fiatalok ügyét fontosnak tartani, különösen nagy lehetőség, és még egyszer hangsúlyozom, kötelezettség és felelősség is. Cserpalkovics András kiemelte, közös erővel olyan világot kell építeni, amit nyugodt szívvel adhatnak tovább. A kongresszuson Mentzer Tamás arról beszélt, hogy a külpolitikai döntéseknél mindig a magyar érdek a legfontosabb. A legfontosabb cél és a külpolitikánk sarokköve az, hogy mindent a magyar érdeknek megfelelően teszünk. A döntéseinknél mindig az első számú és legfontosabb az, hogy mi a magyar érdek. Békeidőben is rendkívül fontos jól meghatározni azt, hogy mi az érdek, mi a magyar érdek, mi az ország érdeke, de háborús és ilyen válságokkal terhelt időben ez életbevágó. A politikus felhívta a figyelmet, hogy a baloldal nem a magyar érdek szerint cselekszik, hanem mindig másokhoz alkalmazkodnak. Varga Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, Székesfehérvár országgyűlési képviselője a kongresszuson elmondta, a fiataloknak a múlt tapasztalatait felhasználva kell tovább építenie a jövő Magyarországát. Magyarország akkor lesz és akkor marad önálló és független, ha meg is tudjuk védeni. Ha meg tudjuk védeni vitákban, ha meg tudjuk védeni Brüsszelben, ha meg tudjuk védeni itthon. Varga Tamás hozzátette, mindehhez szükség van egy erős magyar honvédségre. A rendezvényen számos kormánypárti politikus tartott beszédet és adott iránymutatást az ifjúsági szervezet tagjainak. Többen szóltak a jövő évi európai parlamenti választás fontosságáról. A megszólalók szerint véget kell vetni Brüsszelben a kettős mércének, harcolnunk kell a szuverenitásért. A migráció, a háborús helyzet is szóba kerültek a Fidelitas 20. kongresszusán, de a magyarországi és az európai állapotokról, a baloldal felelőtlen és veszélyes politikai manővereiről is beszéltek az előadók.